Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy jóslás. Itt bepillantunk a mélybe tekintünk, ahol a titkok vannak. És megnézzük azt, ennél a kivetésnél, milyen titkokról van szó. Ez lehet, hogy vannak képességeid, de nem vagy ezzel tisztában, vagy valamire oda kellene figyelni, a mélybe tekinteni. Az is lehet, hogy ő titkol el valamit, és megnézzük azt, hogy miről van szó. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért ezt a jóslást, a titkok jóslása, a mélybe tekintés. Ennek a díja 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, milyen titkokról van szó, miért kell a mélybe tekinteni, mit kellene felfedezni. Itt van ez a hajó. Ez jelentheti a reményt, hogy minden jóra fordul. Ez a hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Lehet, hogy utazni fogsz, és ott felfedezel valamit. Ez az út lehet egy belső út is, például egy spirituális terület, és ott is vannak kincsek a mélyben, amit fel kellene fedezned. Vagy lehet egy lelki kapcsolat kettőtök között, akkor kármikus témákról van szó. Itt ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt. Megvan a remény, hogy legyen gyógyulás. Vagy az is lehet, hogy ez a tehetséged, de ennek még nem vagy tudatában, és megvan nálad a gyógyító erő. Ez a kígyó lehet egy nő is, és ha a mélybe tekintesz, akkor felfedezed azt, hogy ez a nő eltitkol előled valamit, vagy eltitkol előle valamit. Lehet, hogy az ő környezetében jelenik meg ez a titokzatos hölgy. Itt a horgony jelenti a munkát, a hivatást, és ha tényleg a mélybe tekintesz, akkor felfedezed azt, hogy a tudásod, a tehetséged sokkal magasabb, mint ahogy eddig úgy ezt érezted. Itt megjelenik a felhő, és azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, akkor is, ha bepillantunk a mélybe, vannak még bizonyos dolgok, ami jelenleg még nem látható. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, hogy fél éven belül kiderülnek ezek a titkok. Újra a gyógyító erő jelenik meg. Lehet, hogy nálad ez a tehetség, és ezen a területen ki tudnád bontakoztatni magadat. Hiszen a horgony is itt van, és jelenti a munkát, a hivatás. Ez lehet egy terület, ahol nagy a tehetséged. Itt az utak láthatóak, van több irány, több lehetőség, és ha a mélybe tekintünk, és megnézzük a titkos kincseket, akkor sok mindent fel tudunk itt fedezni. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy a szerződéseket. Szerződéseknél valószínű a munkáról, a hivatásról van szó. Ami a kapcsolatot illeti, az a párkapcsolat, hiszen ő visszatér hozzád.
Itt kisüt a nap, és a nap megvilágítja ezt a mélyet, amiben mi betekintünk, és felfedezzük azt, ami fontos számunkra, hiszen itt vannak a rejtett kincsek. Itt lesz egy fontos hír, vagy egy szerződés, és ebben megbízhatsz, hiszen a nap jelenti a valóságot is. Amennyiben van egy vizsga, egy írásbeli vizsga, akkor itt van a szerződés, a kapcsolat, és sikered lesz, sikerülni fog. Itt van a kulcs, légy magabiztos, légy abban is biztos, ha mélybe tekintesz, sok mindent felfedezel, hiszen ott vannak a rejtett kincsek. Légy nyitott erre a területre. Itt a torony látható, az jelentheti a te nagyságodat, a tehetségedet, a tudásodat, de lehet egy hivatalos dolog is, és előfordulhat ott is a mélybe kellene tekinteni, hogy mi van a háttérben, mit kellene megvilágítani, melyik témát kellene tisztázni. Itt látható ez a férfi, természetesen utal a férfiakra, de arra is, hogy eddig ez a férfi még titokzatos volt, hiszen benne volt a toronyban, itt voltak még korlátozások, sőt az is lehet, volt még egy nő a háttérben, emiatt minden olyan átláthatatlannak tűnik, de ő keresi a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, ahol le tud gyökerezni. Itt a kapcsolat kettőtök között útban van hozzád, írni fog, biztos lehetsz benne, és itt lesz egy közös út, ez lehet egy nyaralás, vagy lehet egy közös életút is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.